2-0-ra legyőzi a Honvédot, ami nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy nem lesz magyar csapat az Európa Liga harmadik selejtező körében. A Honvéd legalábbis egészen biztosan nem, az Újpestnek pedig valami óriási csodát kellene végrehajtania néhány perc múlva ahhoz, hogy mégis legyen miben reménykedni, mert hogy a világ 4 gólos hátrányban vannak. A Honvéd viszont előnyben érkezett Luxemburgba, de már az első fél időben kapott egy gólt a Niederkorntól, amivel aztán stabilizálta nagyjából a védelmét a vendég együttes, azaz a Budapest Honvéd. Nem nagyon voltak helyzetei a Niederkornak, de egy szöglet jelenti, hogy ezen a mérkőzésen 2-0-ra, összességében pedig a párharcban 2-1-re nyer a Progress Niederkorn. A Budapest Honvéd pedig ezúttal sem tud a harmadik selejtező körbe jutni. Kedves nézőink, a búcsú képei. Progress Niederkorn, Budapest Honvéd 2-0, összesítésben 2-1, tovább jut a luxemburgi csapat. Nem rossz társaság Simek Péter, akivel nézhettük ezt a mérkőzést, de azért azt jelentsük, hogy nem ez volt a legkellemesebb két óránk együtt. Kaptunk már ki nem is olyan régen a luxemburgi válogatottól, de az egy felkészülési meccs volt, és majdnem egy komplett második fél időt emberhátrányban játszott akkor a magyar válogatott. Ez most tétmeccs, klubszint, és egy nagyon jó első mérkőzésen volt túl a csapat. Miért nem jutott tovább a Honvéd? Hát nagyon csalódott vagyok, továbbra is megerősíteném a félidőben általam mondottakat. Nem éreztem a Honvédon azt, hogy bátor futballt játszana, ennek kell keresni az okokat. Számomra ez egy óriási csalódás, mert ahogy említetted is, elért a luxemburgi klub futball odáig, hogy nem csak megszorongatnak minket, és ha a válogatottról beszélek, akkor a válogatott futballjuk is, hanem odáig jutottunk, hogy nem tudunk rajtuk átmenni egy Európa Liga. Igen, mert azért idehozhatjuk azt is, bocsánat, hogy azért a Vidinek sem volt annyira egyszerű feladata. Tehát, hogy ott sem arról beszélünk, hogy 4-0, meg 3-1 a két meccs eredménye, és egy nagyon magabiztos összesített továbbjutás. Igen, de azért egy picit mondjuk a luxemburgi válogatottat, meg a luxemburgi klubcsapatokat külön venném, hiszen azért a klubcsapatokban azért nem csak igazán Luxemburg. Azért, és így is a válogatott is meg tudott minket verni, de most ezt egy picit tegyük félre, valami nem működött ma. Inkább úgy fogalmaznék, hogy nem sok minden működött ma, sőt, igazából semmi. Nagyon tudok kritizálni, de nem nagyon tudom pozitív.